Ma madla köztes több fajta van. Van, aki szereti a táhánát, van, aki szereti a juhót, van, aki direkt tájas a pajtából a disznót kiveszi. Aztának is. Hogy ügyelsz, ügyes kiveszi és megeszi. Úgyhogy az is, amire rejt. És maguknak vitt már el tehenet, Ildikó? Mostanában nem. Vagy disznót, vagy nem, valamit? Nem, 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 nem. Mostanában nem. Kicsi. Hallom, hogy magához meg bejár a róka. Baraksz, jegye meg idén napján, minkös napján tönkretett a tyúkjaim. Az mennyi tyúkot vitte? Nem, vitte az egyet, sem megölte az egészet. De nem ette meg a rók? Nem, még sevét se csinálta, ott volt a tollúval az udort el is. Öt egybe. Ez hány tyúkot ölt meg a róka? Ötöt, kettő, se nem így, se nem dögli. Ó, lala, no, a franc vigyel. Tessék már elrébb jönni. Menjen elé, menjen, no! Jöjjön már na, elé! Ide, 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 tessék, kámon, legyünk pár itt! Hány éves tetszik lenni? Hát lennyújt! Hú, hát nagyon jó tetszik, jó színben van. Jó, jó, értem át. Hát halljátok, tehát Attilának mit szeretnél, valami jó? Fehér népet. Fehér népet, akkor fekete nép az nem jön. Nem jó, itt csak. És milyen legyen, Budapesti vagy Szegedi? Nekem hozzon a feketé. Attila. Budapesti. Mi bont Budapesti? Hát azok olyan finnyások, olyan nem, boly, állandóan a... festik magukat. Egy balén osztal. Amelyiknek piros az arca, olyan már az a jó. Az a jó, amelyiknek igen. Piros a... Filmünk elkészítését támogatta Bagolyvár Panzió Gyimes Felső Lok. A kisfilmünk elkészítését támogatta az Erdélyi Túrák magazin, amit most kedvezménnyel megrendelhetsz a honlapunkon keresztül. Kívánok, én Péter vagyok, és szeretnénk fölmenni ide az 1000 éves határhoz, itt van egy emlékmű. Igen. Hogy merre menjünk? Igenesen, felmennek az úton, de én Gergely Tankó Gabriella vagyok. Gergely Tankó Gangör. Felmennek az útnál jön be egy forrás, egy csorba. Értem. Ott az út algozik két felé, egyik melyen jobbra, a másik balra. Elnézést. Merről jössz? Szervusz. Hegyről? Igen. Mi ki akarunk menni az 1000 éves határhoz, milyen az út? Tudunk? Hatalmason jó. Tessék? Hatalmason jó. Hatalmason jó. Na. Akkor ezzel is tudunk menni a kis busszal. Jó, és merről jöttél? Hova viszel ezzel a szép lóval? Faluba. Faluba? És ott voltál szénát, vagy ott van ilyen széna? Széna tarul, abból húz. Érted, abból húz. Én mindig azt nézem, hogy a gyibesekben meg a szénának van értéke, nem? Igen. Ildikó, mennyi tehén van? Hol vannak a tehenek? Mi? 14 darab tehenünk, az 3 család is. Saját, amelyik 6, 4 a fiamé, 4 a leányomé. Értem. Azok minden néven az én férjemnek a nevén szerepelnek. És azt kicsapjuk a ragelőre. Innen felköltöztük, hogy ne járják a hosszú utat, mert sántulnak meg. Kicsapjuk a ragelőre, ott az erdőben, mázőben. Az a medve nem jön, nem piszkálja medve, őket? Sok medve van, ma az uram látta a nyomat, de még hál' Istennek. Még hál' Istennek. És te találkoztál medvével? Én még nem láttam, soha életemben. Ne, de most komolyan. Komolyan mondom, hogy még látom. Hát de itt vagy Gyimesi. Itt vagy Gyimesi, még medvét nem láttam. És élőben így nem láttam-e? Állatkárban. Tessék? Állatkárban láttam. Micsodát? Állatkárban látott medvét, csak állatkárban. Komolyan? Komolyan, nyomot láttam, de medvét soha nem láttam. Hát pedig itt is van annyi medve, meg nekem is mondják itt a gyimesiek, hogy van medve. Ez, én Péter vagyok, van az Erdélyi Túrák a Facebookon. Igen. És akkor azt, hogy Dórival így járjuk Erdélyt, fotózunk, filmezünk, aztán most megyünk, len vagyunk a Tankó Enikőnél a Bagolyvár panzióba. És akkor ő mondta, hogy nézzük meg már az 1000 éves határt, mert a sok magyarországi azt hiszi, hogy elmegy oda az őrházhoz, csak ott van 1000 éves határ, az közben egészen föntre a Mára Marostól egész. A Kazánszoros igaz, ott van végig az 1000 éves határ, nem? De az 1000 éves határ sohasem öregszik. Az örökké csak 1000 éves határ. Miért nem öregszik? Hát már az 1120 valahány éves lenne elvileg. Hát, igaz, tehát igaz. Nem olyan fiatal. De az örökké 1000 éves határ. 1000 éves. Jövünk visszafele, majd adunk egyet a magazinunkból, kedves Ildikó. Itt lesz, gondolom. Itt leszek. És a tehenek lejönnek, és akkor itt fejjük meg? Igen, a tányok lejönnek. Ott de lejönnek maguktól? Meg közben szembe megyünk, hogyha egy álmorodok, akkor állik el, hogy tönöm, ha oda sötétedik, akkor tényleg megeszi a medve. Igen? Ha aha. Oda hal, akkor megeszi a medve. Azt hallottam, hogy itten van sok vad tehén is. Van. És azokat piszkálja a medve inkább, nem? Nem dolgozik azokval. Nem? Nem dolgozik a vattányikval. Nem? Inkább az ilyen házi állatokval. Igen?
tahánát, juhót, disznyót. Ma madla közt is több fajta van. Van, aki szereti a tahánát, van, aki szereti a juhót, van, aki direkt tájas a pajtából a disznyót kiveszi. Aztán, hogy ügyelsz, ügyes kiveszi és megeszi, úgyhogy az is, amire rejt. És maguknak vitt már el tehenet, Ildikó? Mostanában nem. Vagy disznyót, vagy valami? Nem. Mostanában nem. Elnézést, a kedves neved? András vagyok. András, nem Tankó. Azért, mert... Hát én is azt nézem. De itt a falunak hány százaléka Tankó? A nagyja. A nagyja Tankó. 80 százalék Tankó. Egyik név mellett áll, hogy de úgyis László Tankó, a Tankó valakidő. És neked mi a, hogy hívják, a Bece neved? Huszár. És miért pont Huszár? Mert így van Huszár ruha, meg minden. Valamikor az ősáik a nagyapjai lehátták. Jó, értem. Ma nekünk a mellék, nekünk a feltér ugra, azt kérdezi, hogy se nagyapi hol lakik. Azt mindenki tudja. Értem. Ha palánkáról kérdi, ott azt is tudja, hogy se nagyapi kicsoda. Minden ünnep, a gyermekeimet, és ha valaki azt kérdi, hogy fiai vagytok a se nagyapi, és akkor tudja, hogy a kicsoda. Jó nap. Na, hát nagyon szépen köszönöm, kedves Ildikó, az útbairányítás, meg a információt, hogy jó az út, úgyhogy... S hogy hívják a lovat? Pali. Szerbusz, Pali. Egy herjel csődör? Aha, jaj. Jó van. Jó ló? Mennyi? 21 éves a Pali. Azt, akkor az már minden gondolatodat tudja. Azt gondolom. És család van? Kösi? Hány éves korukig dolgoznak a lovak? 30-ig kéne. Aha, jó. Milyen a tálalás, milyen a nyaralás? A városokon meg a sok városi meg, hogy hát, hogy állatvédő. Na most ugye nagy állatvédők vannak városokban, aztán most is ugye erdőn dolgozik, vagy így húzza ezt a nagy szénászekeret, ki vannak akadva. Most a városi elmegy a lovardába, az ráül a lóra. Hát az is megdolgozik, nem, Ildikó? Az is megdolgozik, de itt a falukon nekünk nincsen traktor. Ilyesmi. Hát meg sok helyre ki se lehet menni traktorral, igaz? Nem lehet. Ha vettünk olyan kaszálógépet, hogy akinek most ma nem kell, olyan oldalok vannak, hogy avval se lehet kaszálni, még amikor a kaszállásnak vége van, a kerekek kidőlnek. Ja. Nem gépnek való helyek itt nálunk, hanem értem. Kézzel, kaszos, gerebjes, avval lehet ezt kell, ha nézem. És kedves Ildikó, szereti ezt az életet? Igen, abban nőttem fel. És te? Édes abban. Ebbe? Tehát jó kimenni a erdőre egyedül, megpakolni a szekeret. Apu, még val vagyunk odakint. Ja. Hogy felmennek így a kapunál, van egy kapu. Igen? Jobb felül. Értem. Jó van. Hát most megyünk, megnézzük az 1000 éve, mert ott van valami emlékmű, ugye? Kinek az emlékműje az? Meg nem tudom mondani. Nem. Olvastam, de átalánk. Az 1000 éves határnak az emléke. Van. Ott is van, oda a búcs van rendesen. Hányadik van és van a búcs? 19-én lesz. Június 19-én jönnek a papácsi, kimennek ott, misét mondanak. Búcs értem. Van. És akkor még van egy innát vójka felől, na de oda ma így mennek oda is. Urázók, jönnek a Mária útra, keresztalja, állja a hegyen, Csíkszépízről, Csíkszentmiklósról. És itt jönnek le, akkor azt, hogy ők úgy hosszan veszik, simátkoznak, és itt mennek le. Már azt Mária útnak hívják. Igen. Na hát nagyon szépen köszönöm, kedves Ildikó. Szívesen. Apu. Nem viszik el ezeket az emberek, elmennék amikor az emberek. Tessék? Elmennék melyik van. Igen? Na. Lovat hát... és szekeret álladjuk, legyen pénz, értke. Értem. Hát, halljátok, tehát Attilának mit szeretnél, valami jó? Fehér népet, akkor fekete nép az nem jön. Nem jó, itt csak. És milyen legyen? Nekem hozzon a fekete. Budapesti. Mi bont Budapesti? Hát azok olyan finnyásak, olyan nem, boly, állandóan festik magukat. Itt belijön aztán. Amelyiknek piros az arca, olyan már az a jó. Az a jó, amelyiknek piros az arca. Maga mit gondol erről, Erzsi néni? Ő is régen piros volt. Magának van unokája? Nekem van. Fiam is van, kettős unokám is, hat. Hat unokája van. Hú, a szép. És azoknak már mondom, 5 év alatt 3 kicsi. Hallom, hogy magához meg bejár a róka. De a raksi, egyen meg idén napján
Mikas napján tönkret itt a tyúkjaim. Az mennyi tyúkot vittél? Nem, vitt az egyet, sem megölte az egészet. De nem ette meg a ró? Nem, még sevit se csinálta, ott voltak tollúval az udort el is. Öt egybe. Ez hány tyúkot ölt meg a róka? Ötöcs, kettő, se nem így, se nem dögli. Ólala, no, a franc vigyel. Tessék már elrébb jönni. Menjen elé, menjen, no. Jöjjön már elé. Ide, ide, tessék, legyünk pár. Hány éves tetszik lenni? 78. Hú. Hát nagyon jó tetszik, jó színben van, jól tartja magát. De egy fiatal asszony így megy a nagy gerebjével, hol a nagy gerebjéje? Na, nézzük már meg. Hogy lehet csak ide, hogy hát, akkor a gerebje figyeljetek, hát nézzétek meg hozzám képest is. És azt szeretném kérdezni, hogy... Nincs súlya. Nincs, hát semmi súlya nincsen. Fog csak meg Dóri, hogy milyen könnyű. Ez nekem való, öreg vagyok, csak ilyen látok. Zelke, ez miből, milyen igen. Fából van ez? Fenyőfából. A fája, melyik magyarófából. A magyarófából? Igen. És ez miért nem vaskogat rak bele? Vagy az nem bírja annyira? Azt nem lehet. Igen, ezt elrakod, és akkor fejhozna. Sova tetszett menni ezzel a gerebjével? Most kaszáltam a sáncon, és a tehenet. Maga kaszált? Hát még tart egy tehenet, annyi idős korba. Nyugdíj. Mi nincs nyugdíja? Hát azért, mert az ember nem esküdt meg, hogy ne dügyek a nyugdíjabban. Jó, jó. Meg, hogy ne okozz. Ó, értem, értem. Jó napot! Aha. Így akkor kínlódok egy tehenvás, kaszálok, cipelődök. De jól tetszik tartani magának. Egészségem, azt hiszem. Egészsége legyen, az a fontos. Jó szer, sok pénz, nincs arra. De hát látom, jó szomszédjai vannak, Jani bátyám segít, vagy, segít rókacsapdát készíteni, meg minden. Nem segít semmit se, vigyel maga. Nem segít semmit se? Nem, a hasátó se tud semmit segíteni senki. És a gyerekek jönnek? Ilyenek, amikor ideig van, de munkahelyen. Merre van, laknak, merre vannak? Itt alul laknak mindjárt a patakszágon. Hogy tetszik az a magazin, Attila? Mit gondolsz róla? Belelapoztál? Belelapoztál. Csak vigyázz, ki ne olvasd a betűket belőle. Ha most el hirtelen nem. Mert hirtelen nem, mert aztán csak képek lesznek benne, aztán szöveg meg nem az lesz. Az a helyzet, más. Hogy ma nem lesz abból semmi, mert felérhetek ki, nem még egyet térjek. Ó, mit? Szénát kéne húzatni. Azt a bekár mindegy. Ja, én is mondom, Jadi bátyának, hogy sietünk, az csak leállunk itt dumálni, mert még kell mennünk itt, veszünk sajtot a Tankó Péteréknél, aztán meg megyünk Szeredába, onnan meg kell még Bálványosra mennünk. Na de menjünk is, Dóri, jó van? Na, örvendem, hogy találkozunk, jó egészséget,